Már én is nem az első alkalom, hogy itt vagyok a táncházatokon. Egy kicsit ennek a táncháznak a születéséről, ha mesélnél, hogy kezdődött, és ez most úgy számoljátok, hogy hanyadik alkalom? Nem számoljuk, de körülbelül 5 évvel ezelőtt fogalmazódott meg a csoportban, hogy a próbákon kívül nincs olyan táncos alkalom Kiskörösön, ahol néptáncolni tudnánk. És éppen ezért elkezdtünk rajta gondolkodni, és kerestük a megoldásokat, hogy hogy lehetne egy táncház sorozatot beindítani. Szerencsére megtaláltuk hozzá a forrásokat, és 5 éve a nyári hónapok kivételével, igazából a tavaszi, őszi és a téli időszakokban igyekszünk havonta táncházakat rendezni. Ez úgy tűnik, hogy bejáratott dolog lett már Kiskörösön, és hát nagyon örülünk neki, mert amikor tényleg egy nagyobb jeles naphoz kapcsolódik a táncház, akkor van, hogy 100-110 fő is jelen van itt a közúti szakgyűjteményben, úgyhogy azt látjuk, hogy igenis ez szükséges volt Kiskörösön, és hát szerencsére minden korosztályt meg tudunk mozgatni, hiszen összejönnek az aprókák is, az óvodásoktól kezdve a kisiskolásokig, ilyenkor gyerektáncházat tartunk nekik külön az elején, és ameddig ők kicsit elfáradnak, akkor utána pedig jönnek a felnőttek. De a fiatal felnőtteken keresztül a kicsit idősebb korosztály is eljár táncházba, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez tényleg hiánypótló itt Kiskörösön. Említetted, hogy a kicsik táncházával kezdődik minden egyes ilyen alkalom, aztán hogyan folytatódik, tehát mi ennek a menete? A menete mindig kapcsolódik valamelyik jeles naphoz, hogyha van abban a hónapban valami, ez akár nyáron a Szent Iván naphoz, vagy a nyári időszakhoz, karácsony előtt, ugye adventben már nem táncolunk, de előtte egy ilyen kis karácsonyvárás is van, vagy a Farsangi Táncház, ahol igyekszünk azért egy-két hagyományt is felvillantani, és hát a vezetőnk, aki tartja a táncházat, Lukásné Haránt Eszter, aki a Kecskemét Tánc Együttes művészeti vezetője, ő mindig az adott társasághoz igazítja a táncházat. Tehát megnézi akár a fiúk-lányok arányát, hogy mit lehet kihozni belőle, illetve hát tematikus táncházakon túl még arra is szokott figyelni, hogy külön tájegységek jelenjenek meg a táncházakban. Természetesen először 4-5 évvel ezelőtt még a viszonylag könnyebbnek mondható és a nagy közönség által is jobban fogyasztható moldvai táncokkal kezdtük, és akkor utána szépen jöttek sorba akár a délalföldi vagy a kalotaszegi táncok is, egy kis ízelítő. Most mezőségit táncoltunk, de volt már akár széki is, vagy magyar bődi táncház is. Ennek a mai napnak van valami apropója, tehát kötődik valamilyen hagyomány? Nem, én úgy gondolom, hogy nincsen, ez csak a hagyományos havi egyszeri alkalmunkhoz kapcsolódik, és ha jól tudom, akkor most mezőségi dallamokat fognak játszani nekünk. Én nem beszéltél a zenekarról, ami ugye fontos része egy ilyen táncháznak. Kecskemétről szokott érkezni a zenekar, nem állandó a zenekar, hanem Eszternek a zenészei közül állnak össze. Nyilván ugye elég sok fellépésük van, úgyhogy aki éppen szabaddá tudja tenni magát erre az időpontra, akkor jön nekünk zenélni. 4-5 zenész szokott megjelenni. Nagyon fontos év Kiskörös életében 2018. Minden civil szervezet, egyesület készül erre a jubileumi évre. Ti hogyan készültek? Hát mi is egy jubileummal készülünk. Ebben az évben lesz 2018-ban lesz az együttes 40 éves. És ezt az évfordulót mi is ehhez a 300 éves évfordulóhoz kapcsoltuk olyan módon, hogy ennek a nyitánya lesz gyakorlatilag a mi 40 éves ünnepünk. Ezt május 11-én szeretnénk megrendezni a sportcsarnokban. Nem tudtuk beletenni konkrétan a 300 éves évbe, mert annyi program lesz a városban, hogy úgy gondoltuk, hogy akkor egy héttel előbb fogjuk megrendezni, és akkor ez lenne a nyitánya az egésznek. Sportcsarnok, egy kicsit úgy megdöbbentem ezen. Miért gondoltatok arra, hogy ott rendezitek? Eddig is megrendeztük a 10-20-30 éves évfordulót is, és az volt a tapasztalatunk, hogy mindig kicsinek bizonyult a művelődési ház. És most egy olyan
szép hagyományőrző műsorral szeretnénk kedveskedni a kiskörösieknek, ami egy sokkal nagyobb teret fog igényelni, és úgy színpadilag is, és ezért gondoltuk azt, hogy a sportcsarnok lesz alkalmas arra, hogy ott egy épített színpadon tudjuk ezt megvalósítani. És összeállt a műsor, tudsz már róla valamit mondani? Igen, hát itt a tél folyamán igen sokszor összeültünk az együttesnek a tagjai, és egy koncepció alapján megcsináltuk a műsort, teljesen kész van a műsor, és kezdtünk próbálni a legrégebben táncoló együttes tagokkal, úgyhogy már most vasárnap is, mert meg előző vasárnap is már tartottunk próbát, és nagyon-nagyon jól sikerült, és rettenetesen örülnek a régi tagok is, hogy újra találkoztak együtt, hiszen van, aki 10-15 éve nem látta egymást, és nagyon-nagyon jó hangulatba telt a próba. Tehát felidézitek azokat a táncokat, amiket mondjuk 40 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt táncoltatok, és ehhez tanultok újakat? Igen, tehát azok a tagok, akik már régebben abba hagyták az aktív táncot, ővelük elővesszük azokat a táncokat, amiket ők táncoltak. Nyilván az ő fejükben, lábukban még az maradt meg, és azok, akik most táncolnak, ők is részt fognak ebben venni más számokban, és utána egy közös, a műsor második részében egy nagy közös produkcióban, de ezt nem szeretném még elárulni. Ez legyen meglepetés. Mondjuk el még egyszer a dátumot, igaz, hogy még kicsit messze van, de hát, ha megjegyzik a kiskörösi. Május 11-e, ez egy péntek este lesz, és a sportcsarnokban, és még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy egy olyan műsort szerkesztettünk össze, ami a kiskörösi hagyományokra fog épülni, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy a kiskörösieknél, akiknél még van kint eredeti ruha, azok, hogyha esetleg nem másnak adnák el ezeket a ruhákat, hanem inkább arra gondolnának, hogy kiskörösön maradjanak ezek a népviseletes ruhák, akkor nagyon szívesen vesszük, hogyha beszólnak a művelődési házba, vagy ha aki engem ismer, nekem szól, vagy Filus Erikának, és hogy akár megvételre is ezeket a ruhákat felajánlanák. Nagyon szépen köszönjük. Belépnétek fel? Mindenképpen kiskörösi ruhákban szeretnénk fellépni. Igen.